I <music> do Sziasztok, én Horváth András vagyok, és a mai nap reggelén az Audi bemutatta a Q8 e illetve a Q8 e-tron Sportback-et, ami ugye egy kicsit kupésított forma, és épp a napokban gondolkoztam rajta, hogy így záproznak az elektromos mercedes az elektromos BMW-k, az Audi meg egy ideje nem nagyon mutatott be semmit. Hát tessék, itt van egy jó nagy súv, mindegy, tehát lépjünk ezen túl, én azt gondolom, hogy ha már súvokat kell gyártani, akkor még mindig sokkal jobb, hogyha elektromos súvokkal mászkálnak az emberek a városban 5 kilométerre a lakásuktól, mint hogyha mondjuk ezt egy dízel vagy egy benzines súvvel. Tehát a dízel legrosszabb tényleg ezekre a rövid távokra egy súv dízelhajtásra az borzalmasan káros, és nem tudom elmondani, hogy mennyire rossz, de most itt van a Q8-ból egy elektromosított verzió, úgyhogy mindjárt mondom, hogy miért a Gyula készíthet a pénztárcáját, ugye Gyulával csináltunk már videót, neki egy e 55-öse van, beletett vagy 200 000 km kilométert két év alatt, tehát tényleg így hajtja, mint az állat, csináltunk közösen videót, és nekem is nagyon szép élményem kapcsolódnak az Audi-hoz. Az Eltron 55-össel voltam kint Abu Dhabiban, egy csodálatos tesztút volt a dűnék között, ott csapattunk a sivatagban, hihetetlenül jó volt az egész, és mindig megnézem azt a videót, hogy egy kicsit átéljem újra. Aztán volt a Transalpina, amikor mentünk el, ugyancsak az e 55-tel, és akkor azt mondtam, hogy a legjobb utazó elektromos autó, és ez még mindig így van, talán az EQS az, ami, ami most már ugyanott van, de csöndességben szerintem még mindig az Eltron 55-ös nyer. És hát volt az Eltron GT, ami meg az egyik kedvenc elektromos autón bevallom a tájkán mellett. Szóval az is baromi jó volt, és mind nagyon szép élmények. A Q8-ról nem tudom, milyen élményeim lesznek, de az biztos, hogy nagyon közel állhat az Eltron 55-höz. Egyrészt, ha oldalról megnézzük, akkor pont olyan, mint a régi Eltron, csak ez már 4,9 méteres, hatalmas. 22-es felnikkel is lehet kérni, megszokott ilyen kis négy vonalkákat, a kis csíjukat láthatjuk rajta, és hát ugye van a Sportback verzió, és ez a kupé forma, ami nekem százszor jobban tetszik, mint a nem Sportback, tehát nyilvánvalóan ezt válasz annak ellenére, hogy hátul valószínűleg kicsit kisebb a fejtér, kitérlek el, tehát hogy nézzen ki jól, meg egyébként ennek az autónak a légelása is jobb, mint a, a nagy q Ami biztosan változott ö, nagy részben, szerintem az az első hűtőrács, ami megkapta az e-tron GT-ből, meg a Q4-ből összegyúrmázott formákat, szerintem sokkal-sokkal modernebben néz ki, mint az e-tron 55-ös, kapott fényhidat is, ami szerencsére nem egy ilyen lecsik, ami kiégeti a retinánkat, hogyha szembe jön éjszaka, vagy mögöttünk jön, hanem megbújik egy ilyen kis bújtatott fényhidat kapott, ami megvilágítja az új Audi logót, és én mondtam hogy talán az e-tron GT videómban, hogy ezt a 3D-s logót, hogyha megcsinálnák laposra, akkor a légenálláson lehetne nyerni. Na, most megcsinálták, és nekem kicsit úgy néz ki ettől, mint nem húztok volna le a védőfóliát a vadi új Audi logoról, de egyébként teljesen rendben van. Az biztos, hogy előről azért eléggé rendben van az, az autó, hátul is természetesen megvan ugyanaz a szokásos e-tron fénycsig. Tulajdonképpen egy Q8 e vonalakkal megspékelve. Tehát igazából azok, akik szeretik az autónak kinéző elektromos autókat, ez az autó tetszeni fog. Ami nagyon durva lett viszont, az a digital matrix lámpa. Mert hogy mindent is tud. Ez a fényszoró, ez bonyolultabb, mint egy óramű. Amit tud, hogy piktogramokat rajzol például az útra, hogy tartsuk a követési távolságokat. Nem, mint hogy nem látnám, hogy mennyire van tőlem az autó, de hogy persze biztonság. Aztán a sávváltásnál mutatja a fényjel az indexelést. Nem tudom, hogy van-e értelme, de Mindegy. Tehát hogy, hogyha nem halljuk az indexet, akkor látjuk is az úton. Ami sokkal durvább, hogy amikor váltunk sávot, akkor szépen átmegy a fénysáv az egyik sávból a másikba, ami elég menőn néz ki. Aztán mit tudnék, például az ember meg tudja világítani az út szélén, ami tényleg kifejezetten hasznos, mert egy nem láthatósági mellényben lévő ember az út szélén sétálgatva, mondjuk egy részeg csávó, vagy egy részeg biciklis, mondjuk itt Pomász környékén elég veszélyes tud lenni. Volt már, hogy utolsó pillanatban vettem észre és rántottam el a kormányt, úgyhogy ez talán tényleg egy hasznos funkció. Az más kérdés, az ára ennek gondolom olyan másfél és három millió forint környéke lehet majd egy ilyen fényszorónak, de minden esetre van már ilyen is. A belsőről olyan nagyon sok mindent szerintem nem lehet elmondani, mert pont ugyanúgy néz ki, mint bármelyik Eltron, kivéve talán a Q4, ami eléggé gyengúsz lett, tehát ott azért az ID-ből csinálták, rendesen volt sporlás, és kívülről egy baromi jól kinéző autó, belül meg egy ilyen nagyon műanyag valami, és, és őszintén szóval nagyon nem tetszett, ezt el is mondtam a q videóban. Viszont ez az autó, ez biztosan, hogy maximálisan prémium lesz, akár csak az 55-ös volt, bármihez hozzá fogunk érni, az tökéletes minőséget fog képviselni, legalábbis így ránézésre, újrahasznosított anyagokkal, de szokásos Audi minőséggel. A szoftvert nem tudjuk, ezt majd meg kell nézni élőben, reméljük, hogy fejlesztettek rajta, mert azért nem volt túl okos, Tehát, hogy azért az Eltron GT-ben is a vezetési élmény az százszor jobb volt, mint mondjuk a szoftveres része. Úgy volt szoftver, de hát nem volt emlékezetes mondjuk úgy. Ami viszont sokkal érdekesebb és emlékezetesebb, az a hajtáslánc, ami ebbe az autóba belekerült. Az Eltron 55 az egy nagyon szomjas valami volt, nem volt hatékony, jól ment, de, de nem volt olyan nagyon kiemelkedő. Viszont az új Q8 e akár három motorral is kérhetjük az autót, mindegyik quattro hajtással érkezik, tehát legalább két motor van bennünk, kettő darab aszinkron motort építettek az autóba, és 6, illetve 7 kal hatékonyabb lett a motoroknak a működése, ami rengeteg, tehát egy ilyen autónál ez ilyen 30-40-50 kilométert is jelenthet egy autópályás, vagy akár országúti, akár városi tempónál. Ezt úgy érték el, hogy varázslat, mindegy erősebb mágneses tér, és tettünk bele plusz izé, tekercseket, és így 7%-a hatékonyabb, ami nagyon-nagyon jó hír, és még ami nagyon-nagyon jó hír, hogy kapott 114 kWh órás akkumulátort, ami hatalmas, ugyanekkora van az EQS Mercedesben is, ami ugye egy nagyon hosszú autó, és ennek megfelelően a VLTP hatótáv 600 km-re nőtt a régi, már nem is emlékszem mennyi volt, az a lényeg, hogy kb. az elektromos autós tapasztalataim alapján, hogy hogyha 600 km a VRTP hatótáv, akkor ez az autó 400 km-es etapokra képes lesz az autópályán teljes töltéssel, mondjuk 5%-ra merítve, és a régi e ugyanez az érték, ez 300 km volt, tehát 300-ról 400-ra ugrottunk, úgyhogy ez egy jóval nagyobb autó, és nyilván persze a nagy aksi segít, 20%-kal nagyobb az akkumulátor, mint a régi e de én azt gondolom, hogy a anyukáknak óvodába hordani a gyereket, ez tökéletes lesz. Viccet félretéve egyébként nyilván hosszú utakra is sokkal-sokkal jobb lesz, mint az előző Eltron volt, bár megint csak Gyulát tudom mondani, aki tényleg rengeteget ment az Eltronnal, és ugye az Eltronnak mindig is egy nagy erőssége volt, hogy 30 perc alatt fel lehet lökni 80%-ra az autót, mert ugye a 150 kw töltési görbéje az nagyon-nagyon egyenes volt a görbe, értitek? szóval jól tudta tartani a töltési teljesítmény. Ez az autó ezt 170 kw tud tölteni, ami nem kiemelkedő, és ugyanúgy fél óra alatt lehet majd feltölteni ezt az autót is. Tehát lemehettek volna 20 perccel, meg lehetne 800 voltos technológia is, de én azt gondolom, hogy, hogy ez így egy teljesen jól használható autó lesz, és tényleg viccen kívül a legtöbben ezt az autót arra használják, az ilyen autókat, hogy a városban mászkáljanak vele nem tudom, 5-10-20-40 kilométreket. Ha megnézitek, hogy milyen kilométerek vannak ezekben az autókban egy-két-három évesen, akkor lehet látni nagy csodákat a benzines dízel fronton is, és tényleg dízellel járni ilyen 5-10 kilométerekre közértben meg a gyerekeket, az a leges legrosszabb. Tehát akkor inkább vegyen elektromos autót az ember, és akkor vigye azzal, igen, tudom, hogy az akkumulátornak a környezeti terhelése, van minden, és hogy majd mindegy, mi majd megveszük 20 évesen, mert hogy úgyis annyi lesz majd nem sokára az autók átlag életkor a Magyarországon, úgyhogy csak 20 évet kell várnunk, és majd megvetjük ezt az autót mi is. Mert hogy az áráról, hát annyit árultak el, hogy 74 ezer euró lesz kint, az olyan 30 millió forint magassága, hogy áfa különbség is van, de 30 millióért csak a kisebbi 90 kiló vagy 86 kWh akkumulátoros autót kapjuk meg. Tehát azt gondolom, hogy ez az autó a nagy akkumulátorral, felextrázva mindennel, ami nekünk kell, az inkább olyan 40 millió forint magassága lesz, ami megint nem egy olcsó autó. De mondom, majd megveszük 20 évesen, addigra olcsó lesz szerintem. Mit kell még róla tudni? Az, hogy remélem, hogy lesz idén is, vagy jövőre, amikor megjelenik ez az autó, a Budabiban vagy Dubái környéken egy bemutató, mert az nagyon-nagyon jó volt. Vagy hát, ha a transzalpinán már voltam, ezzel biztos vagyok benne, hogy szívesen elmennék a transfogarásra, mert hogy még egyszer mondom, ebben nagyon-nagyon jó volt az Audi, és megértem, hogyha valakinek nagyon-nagyon sok pénze van, azért választja ezt az autót, mert baromi kényelmes, baromi csöndes, és egyszerűen azt tudja, amit elvárunk egy ilyen árkategóriába kerülő autótól. Nálam igazából ezt a minőséget nem nagyon sok autó tudta eddig überelni. Tényleg. Tehát azt, amit az Eltron 55 tudott utazási minőségben. Az, az, elmondhatatlan, szinte leírhatatlan volt, és tényleg életem legjobb élményei tartoznak hozzá. Na hát ez volt ez az Etron Q8 bemutató videó, ez nem volt tervezve, mert úgy volt, hogy nem lesz azon a héten második videó, mert ha nincsen téma, akkor szar videót nem csinálunk, ugye? És most nem nagyon van téma. Hát vagy lenne, de az inkább politikai jellegű lenne, és arról meg nem akarok videót csinálni. Viszont majd szombaton jön, a, amit ígértem, videó imeldával voltunk roadtrippezni, meg kajálni, meg eb, kupra Born tesztelni, úgyhogy az jön majd szombaton, azt mindenképpen nézzetek meg, addig is iratkozzatok fel a YouTube csatornámra, mert hogy miért ne, meg az Instagram oldalamra, mert hogy miért nem. Nagyon köszi a tiszta energiáknak, szuper szuperszokónak, marmi fürdőszobáknak és a Skyfall autófoliázásnak, és a következő epizódig, ami a kupra bort lesz, imeldával. Sziasztok! Azt kell, hogy mondjam, hogy hogy az e tronok jók, meg az Audi nagyon jó autókat tud csinálni. Macska, menj innen. Na tűnés!